No, most, hogy fáj a feje, gyenge vagyok, ilyenkor jobban érzem a Krisztus lelkének, a mennyek országának a lelkének a jelenlétét, ami amúgy is non-stop körbevesz. Csak ugye hát, amikor erőmteljébe vagyok, akkor az agy is keményen dolgozik, és bármit, amit Krisztus lelke szeretne adni, kijelenteni számomra, azt az agyam visszaveri, mint hogyha farahány borsó lenne, amit szeretne adni nekem. És így, ahogy hallgatom az utitársamnak, testvéremnek a bizonyságát, Kornéliának a bizonyságát, hogy beoltatta magát, és mesél annak a mellékhatásairól, a következményeiről is, és arról, hogy Jézus hogyan gyógyítsa őt meg, és hogy vezeti keresztül ezen a szenvedésen. Azt adja nekem a lélek, amit már sokszor mondtunk, amit Salamon is mondott Krisztus lelke által, hogy nincs új a nap alatt. Nincs új a nap alatt. Ezelőtt 2000 évvel, amikor Jézus Krisztus itt volt testben, és hallhatták azok az emberek az ő ajkain keresztül a mennyek országának az igazságát, és láthatták ő benne, hogy a világosság és a kegyelem és az igazság teljességre van jutva egy emberben, és bárki, aki hozzá ment, hozzá közeledett, mindenki kapott belőle bőségesen, csordultik. De mégis sok ember féltékeny lett rá. Azért lett féltékeny sok ember Jézusra, mert amit ő tett, és amit ő adott, és amit megmutatott, az ingyen adta. És csak azok tudták elfogadni ezt ajándékba, akik elengedték azt, amit hatalmas erőfeszítések, küzdelmek, harcok során szereztek meg önmaguknak, hogy megmutathassák maguknak is a világnak, hogy ők valakik. Ennek ellentétben Krisztus, ő mindent megkapott ajándékba. Ő nem kellett verje az asztalt, és nem kellett dicsekedjen, hogy figyeltek ide, mi van nekem, mennyi mindent dolgoztam ezért. Mert meg kell valljuk őszintén, ilyen világot élünk, ahol az emberek versenyeznek egymással, hogy ki a gyorsabb, ki az ügyesebb, ki az okosabb, kinek van több. Ki a ravaszabb, ki tudja átverni a másikat jobban, hogy többet tudjon harácsolni. Nem számít, hogy a másiknak az az életébe kerül. Eltaposunk mindenkit, csak hogy én lehessek a csúcson. És eljött az a pillanat, amikor Krisztust halálra ítélték a vallási vezetők. Az ember azt gondolná, hogy a vallási vezetők kellett volna azok legyenek, akik Krisztussal karöltve, felsorakozva Krisztus mellé hirdetik az igazságot, és azt mondják, hogy ő az igaz ember, őt kell kövessük. És ennek ellentétben ők voltak azok, akik halálra adták. Ők voltak azok, akik a 3,5 év alatt folyamatosan kísértették, hogy hogyan tudnák eltenni lábalól. Hogyan tudnák ravassággal megölni őt, úgy, ahogy most ravassággal ölik meg a többi embert. Úgy, ahogy ravassággal vérszopó módon ölték és szipolyozták az emberek lelkéből az életet. Hazugságokkal. És most azt gondoljuk, 2000 év
távlatából, hogy most javult a helyzet. Hazugság! Nem javult a helyzet, hanem még inkább kifinomultabb lett a rendszer, a gondolkodás. És ahogy akkor pont úgy most is ölik az embereket, Isten az igazság és a törvény nevében. És ahogy akkor Pilátus odaállította ünnepnapon Krisztust és Barabást, és azt kérdezte a néptől, hogy kit engedjek szabadon nektek, kit választotok ti? Úgy most megkérdezem ma tőled, itt van Krisztus és a vakcina, válasszál, kit választasz, kire voksolsz, Krisztusra vagy a vakcinára? Nem lehet a kettőre voksolni, nem lehet a kettőre szavazni. Vagy Krisztusra szavazol, vagy a vakcinára. Vagy az egyiket szereted, vagy a másikot meggyűlölöd. A kettőt nem választhatod. Aki elhitette veled, hogy a kettőt választhatod, sőt, a vakcinát is Krisztus ajánlja, az megint becsapott téged, és megint öl, megint meg akar ölni téged, úgy, hogy 2000 évvel ezelőtt, mert nincs új a nap alatt. Meddig hagyjuk még, hogy mossák az agyunkot? És mi, akik megkaptuk az igazságnak a szent tüzét, meddig hallgatok én még? Lehet, hogy ezentúl soha többet nem fog beszélgetni úgy, ahogy korábban, de nem érdekel. Inkább sértődjél meg, haragudjál meg, de az életed meneküljön meg. És azt mondom, hogy válasszál ma, Krisztus vagy a vakcina, Krisztus vagy a vallási vezetők, Krisztus vagy a politika, de a kettőt meg akard összemosni, mert halálra ítéled magadot és mindenkit, akivel te kapcsolatban vagy, és hirdeted nekik az, hogy Krisztus és a vakcina megfér egymás mellett. Lehet, hogy a te életedben megfér, de haldokolsz miatta, szenvedsz és gyötrődsz, és reggelente úgy ébredsz fel, hogy mi értelme van az életemnek. És nincs meg benned az igazságnak a tüze, a kegyesség látszatát megtartod. Elhitetsz a másokkal, hogy benned az igazság lelke is ott van, de nincs. Csak képmutatóan kegyeskedsz. A kegyesség látszatát mutatod erőből, és belül haldokol a lélek. Fogságban van a lelked. A vakcinák és a vallások által meg van feszítve a lelked. És nem tudsz úgy beszélgetni, hogy Krisztus beszélget. Mert Krisztus, amikor beszélgetett, amikor oda mentek azok a katonák, akik a kartól és a vértől nem voltak visszariadva, nem tudtak hozzanyúlni. És amikor visszamentek a papokhoz, akik küldték őket, hogy fogják meg és vigyék oda, hogy öljék meg titkon, úgy, ahogy azt most teszik, mert most se nyíltan mennek oda az emberekhez, akik kitalálták a vakcinát, hanem küldnek embereket, felhatalmaznak embereket, hogy menjenek és oltassák be, de nem direkt módon, mert nincsen gerinc. Nincsen jellem, hogy felvállalja azt valaki, hogy én meg akarlak ölni tégedet. De már az is nagy szó lenne, hogyha valaki felmerné vállalni, hogy én meg akarlak ölni tégedet. Nem, inkább szólok annak, hogy az szóljon a másiknak, és ő szóljon annak, és ő vigye a vakcinát, és ő adassa be. Úgy, ahogy történt 2000 évvel, hogy nem mertek oda menni a farizeusok Jánoshoz, hogy kérdezzék meg kicsoda, hanem küldtek embereket, közvetítőket, hogy kérdezzék meg, hogy kicsoda az a János, mert féltek tőle, nem mertek a szemébe nézni, mert tudták, hogy abban a pillanatban a szemébe néznek, lebuknak. Lebukik a bennük levő hazugság és a gyilkos lelkület. Pont úgy most is nem mer az ember szemébe nézni, hanem küld embereket, felhatalmaz más embereket, hogy add a vakcinát neki, felhatalmazlak. Felhatalmazlak, hogy ellenőrizd le, hogy beadattél magába a mérget. És így történik most is a gyilkolás. Ravasz róka módon. És még nem magyarázzuk a tudománynak a nevében, a tudomány istenének a nevében, és a vallás jó istenének a nevében, aki alig várja, hogy minden kívánságomot teljesítse, gond nélkül.
Azért üvöltök, azért ordítok én, mert nem akarok többet már agyalni. Ha kell, akkor jöjjenek a könnyek. Jöjjenek a fájó könnyek, jöjjenek az örömkönnyek. A gyermek nem gondolkozik ezen. És én gyermek akarok lenni. Krisztusnak a gyermeke. Aki ha kell, megmondja azt, hogy ez gonoszság, ez gyilkosság, de az igazságot is megdicséri. És el kell mondjam, hogy ami most történik a világban és az emberekben, az gonoszság és gyilkosság. A vallások jó Istenének a nevében, akit felhasználnak minden gonoszságra, minden gyilkosságra, csak az lesz a nagy meglepetés, akik ezt a jó Istent felhasználják a saját gonosz tervük kivitelezésére, hogy amikor majd találkoznak az utolsó napon, nem fogják látni, és nem fogják találni azt a jó Istent, hanem azzal az Istennel fognak találkozni, akit Krisztus bemutatott, akivel Krisztus volt személyes kapcsolatban. Hogy létezik az, hogy Krisztus, akivel egy volt, Krisztus, akivel az az Isten, aki Krisztussal egy volt, az az Isten, akit Krisztus hallott és látott, és hirdetett, hogy létezik, hogy a farizeusok istene különböző volt? Hogy létezik, hogy az az Isten, és azok az istenségek, akit a farizeusok hirdettek, teljesen megütközött, és szembe ment azzal az Istennel, akit Krisztus mutatott be? És hogy létezik, hogy mai napig így van, hogy azok az emberek, akik a szívüket és a lelküket odaadják a Krisztus Istenének, most is szembe megy a vallások jó Istenével. Mert az a Krisztus Istene, akit én hallok, és akit Krisztus bemutatott, ő azt mondja, hogy a vakcina méreg, azt mondja, hogy a vallás hazugság, bezárja a mennyek országának kapuit, elhiteti azt, hogy bementetek, holott bezárta előttetek, és kirekesztett, és elhiteti azt, hogy bent vagytok, holott kint vagytok, és nem mentetek be. És azért tudjátok elhinni azt a rakás gonoszságot, amit mondnak a vallási vezetők. Mert amikor Barabást és Krisztus felállította Pilátus, és azt mondta, hogy választhatok, kitengedjek szabadon, a vallási vezetők elkezdték ordibálni a népek között, hogy mondjátok azt, hogy Barabás, mondjátok azt, hogy a vakcina! És az emberek azt mondják, hogy a vakcina, mert a vallási vezetők azt mondták, hogy a vakcina, a Barabás, ő a jó, ő az igaz. Nincs új a nap alatt. És csodálkozunk, hogy az emberek hullanak, mint a legyek mellettünk. Pedig mi engedelmeskedtünk a vallási vezetőknek. Minden vasárnap elmentünk, pénzt adtunk, megjártuk Csíksomlyót, Medjugorjét. Elmentünk mindenhova, ahova ők küldtek. Mégis nincsen lelki békénk, szenvedünk, haldoklunk, és hullunk, mint a legyek. Hogy létezik ez? És Krisztus jelenlétében az emberek meggyógyultak, és feltámadtak. Melyik istenségben hiszel? A vallások jó istenében, aki maga a sátán, vagy a Krisztus istenében? Ne haragudjatok, hogy ordibálok, de azt gondolom, hogy képmutatóság lenne részemről, hogyha én most szépen beszélgetnék nyájasan, mert te, aki hallgatod, és van gyermeked, és a gyermekedet megölnék, amit most is tesznek, csak elhitetik, hogy nem azt csinálják. De hogyha kiderülne, és ki fog derülni, hogy a gyermekeidet megölették veled, nem direkt módon jöttek oda, hogy adják be neki az injekciót, hanem először meggyőztek tégedet a hazugságokkal, hogy öld meg a gyermekedet, vetess fel vele a vakcinát. Amikor ez ki fog derülni, kedves szülők, akkor én meglátom, hogy ki fog nyájasan beszélgetni, amit most elvárnátok tőlem, hogy ó, te kis szent ember, beszélj szépen, beszélj szeretetteljesen. Na meglátom, hogy amikor ezek az emberek, ezek a felnőttek, milliói, milliárdjai rájönnek, hogy át voltak verve, és a gyermeküket feláldozták a vakcina a sátánnak az oltárán, ki fog olyan nyugodt lenni? És ki fog olyan nyugodtan beszélgetni? Senki se. Hanem elé fognak kerülni a kaszák, a kapák, a villák,
És egymást úgy fog elkölni az emberek, amit még a világ sose látott. Kinek az Istenében hiszel? A vakcina, a vallások, a jóisten sátánnak az Istenében? Vagy annak az Istenében hiszel, akit Krisztus bemutatott, akit Krisztus személyesen hallott és látott?